Tehát Máté 19:27-től. Ekkor megszólalt Péter, és ezt kérdezte. Mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Mi lesz hát a jutalmunk? Jézus erre ezt mondta nekik. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtek engem, a megújult világban, amikor az emberfia beült dicsőségének királyi székébe, ti is 12 királyi székbe ültök, és ítéletet tartotok Izrael 12 törzse felett. És mindenki, aki elhagyta házát vagy testvéreit, apját vagy anyját, gyermekeit vagy földjeit az én nevemért, százszorosát kapja, és megörökli az örök életet. De sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Hasonló a mennyek országa a gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül, és ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, ezt megadom nektek. Azok pedig elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanúgy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált ott áldogálókat, és megkérdezte tőlük. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak. Mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik. Menjetek ti is a szőlőbe. Miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének. Hívd elő a munkásokat, és fizess ki a bért az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénárt. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől. Mi pedig így felállt egyiküknek. Barátom, nem bánok veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Foglaljunk helyet. Nem régiben egy bevásárló központba jártam. Néhány apróságot szerettem csak volna venni. És akkor már mentem a pénztárhoz, láttam azt, hogy csak az egyik kassa üzemel, és nagyon-nagyon hosszú sor van. Na hát, mondtam magamban, hogy itt leszek egy jó ideig. Néztem, hogy az előttem levő kocsi az annyira tele van, hogy alig fér bele a sok minden, amit vett. Hát mondtam, hogy csupán az lesz egy fél óra, meg hát mondom, ez nagyon hosszú lesz. Én voltam a sornak a legvégén, és egyszer megszólalt a hangos bemondó, és közölte az örömhírt, hogy az 5-ös kassa is nyitva lesz. Hát és én ugye a sor legvégén álltam, fogtam a kosarat, és elsőként áttoltam az 5-ös kasszához, és fél perc múlva már a parkolóba mosolyogva gyalogoltam. Azon gondolkodtam, hogy milyen jó, mikor az emberből, vagy milyen jó az embernek, mikor utolsóból elsővé lehet, ugye. De aztán nem sokára meg a keletiben vártam a vonatot, és nem volt kiírva, hogy melyik vágányra fog érkezni, tehát gondoltam, hogy ugyan már, minek nekem az a kiírás, hát én tudom, hogy a 12. vágányra fog bejönni az a vonat. Úgyhogy jó, előre mentem, hogy én leszek a legelső, már néztem, hogy már csak pár perc, mindjárt bejön a vonat, milyen jó helyem lesz nekem. Késik a vonat, nem jön, és körülbelül indulás előtt pár perccel bemondja a hangos bemondó, hogy személyvonat érkezik 60-ból 4. vágányra. Na, gondoltam, hogy jó okos voltam. Gyorsan igyekeztem, hogy legalább még elérjem a vonatot. Hát helyem már nem volt, mert utolsónak érkeztem. És azon gondolkodtam, hogy milyen rossz az embernek, mikor utolsóból első lesz. Elsőből utolsó? Igen, csak néztem, hogy figyelnek-e a testvérek. Ez nem igaz, de örülök, hogy figyelnek a testvérek.
A történet, amit felolvastunk, az erről szól, amikor elsőkből utolsók és utolsókból elsővé lesznek az emberek. Van ennek ugye egy előzménye, azért kezdtem a 19. fejezettel, mert Jézus nem csak úgy céltalanul mondogatta a példázatait, hanem minden példázatot azért mondott, mert szeretett volna valamit elmagyarázni az embereknek, és ehhez nagyon jó eszköze volt ez a példázat. Itt ugye az volt az előzmény, hogy tanítványok körébe vannak, és mondják neki a tanítványok, hogy hát mester, hát mi mindent elhagytunk érted, hogy azért ugye valami jutalommal azért számolhatunk, hogy azért meg lesz ennek a haszna. És Jézus ugye mondja nekik először, hogy természetesen, ugye, hogy meg lesz a jutalmatok, de egyből hozzácsatolja ezt a példázatot. Azt mondja ugye, hogy olyan az Isten országa, mint ez a gazda, aki kiment korra reggel, felfogadott munkásokat, megegyezett velük egy korrekt bérben, és ugye utána ezt megismételte többször, és még kora délután, késő délután is kiment, és még mindig voltak emberek, akik csak ott áldogáltak, és a végén, mikor ugye jött a fizetség, akkor mindenki ugyanazt a bért kapta. Érdekes ezeknek az embereknek a zúgolódásuk, hiszen a gazda igazán mondja, hogy ő nem volt igazságtalan velük, mert hát miben egyeztek meg? Egy dénárban, nem? Megkapták? Megkapták. Az ő problémájuk nem azzal volt, hogy nem kapták meg azt, amit vártak, hanem az volt a problémájuk, hogy mások is megkapták azt, ami az ő részük lett volna, és hát akkor ők miért nem emelkednek ki ebből? Miért nem kapnak sokkal többet, mint a többiek? És elkezdtem gondolkodni nagyon ezen a példázaton. Nagyon-nagyon oda kell erre figyelnünk, hiszen Jézus ugye ezt elsősorban a tanítványainak mondta el. Vannak példázatok, amiket Jézus ugye a farizeusoknak, írástudóknak címzett, de ez a példázat, ez kifejezetten nekünk szól. Elsősorban nagyon oda kell rá figyelnünk. Mi a lényege? Az a lényege, hogy Isten országában nincsen személyválogatás, nincsen versengés, és a béreket azt Isten állapítja meg. Azt mondja itt a gazda, hogy hát a szemed azért gonosz, mert én jó vagyok, hát nem tehetek azt a javaimmal, amit én szeretnék. Nem egy szuverén úr vagyok. Amit megígértem, megkaptad. Hát én nem tehetek akkor bármit az én dolgaimmal. Az egyik könyvben olvastam egy gyülekezetről, ahol volt egy kis probléma abból, hogy a gyülekezetnek a lelkésze járt börtönmissziózni, és börtönbe került a városban egy olyan férfi, aki több embert nagyon-nagyon kegyetlenül megölt, megkínzott, nagyon-nagyon-nagyon csúnya dolgokat tett az életébe, és ez az ember börtönbe került, elfogták, és amikor a lelkész elment hozzá, a cellába felkereste, akkor ez az ember megtért. És a gyülekezetben sokaknak nagyon rossz érzésük volt, hogy hát itt van egy ember, aki sokakat megölt kegyetlenséggel, és csak úgy megtér, csak úgy örök élete van, hát hol van itt az igazság? Hát nem kellene bűnhődnie? Hát Isten csak úgy megbocsát neki. És erről beszél az a példázat, hogy van egy kegyelmes Isten, aki minden embernek felajánlja a kegyelmét. És lehet, hogy nagyon régóta dolgozol már Isten szőlőjében, és ott van a napsütés, ott van a meleg, a sok fáradtság, de tudnod kell azt, hogy attól, hogy te sokat teszel Istenért, attól nem fogsz feljebb kerülni azon a ranglétrán. Nagyon érdekes, hogy még a 20. fejezetben találjuk Zebedeus fiainak a kérését, akik ugye oda mentek Jézushoz, hogy hát Jézus, lenne egy kérésünk, hogy mikor majd eljössz a te dicsőségedben, akkor olyan jó lenne, ha egyikünk egyik oldalon lenne, másikunk másik oldalt. És Jézus, érdekes, amit mond neki, azt mondja Jézus, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. Közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint hogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus próbálja ezzel a példázattal és ezekkel a szavaival elmagyarázni a tanítványainak, hogy az én országomban nem úgy működnek a dolgok, mint itt a földön. Mondhatjuk ugye, hogy ez egy fejetetejére állított királyság. A kérdés csak az, hogy melyik az, a földi vagy a mennyei? Melyik a normális? Én úgy hiszem, hogy a mennyei. Jézus azt próbálja elmagyarázni, hogy
Adok nektek egy mintát, egy szolgáló életre való mintát, ami nem arról szól, hogy másik ember felé kerülj, hogy te többet profitálj, hanem arról szól, hogy szolgálj. És érdekes volt, a napokban Isten megítélt engem néhány dologban. Azt vettem észre magamon, hogy nagyon-nagyon szerettem mindig is Jézusnak a példázatait, de hajlamos voltam arra, hogy magától értetődőnek vettem azt, hogy úgymond minden példázatban én vagyok az olyan jó fiú. Tehát, hogy gondolom ezt? Van egy példázat, az özvegyasszony két fillérje, elolvasom, és igen, ez egy nagyon jó példázat, és milyen jó, hogy én ez az özvegyasszony vagyok. Hiszen elolvastam azt a példázatot, mikor a vámszedő meg a farizeus felmegy imádkozni, ismerjük ugye az igét, a farizeus ugye beképzelten imádkozott, hogy hála Isten, hogy nem vagyok olyan, mint ez az ember itt, mert hogy én kétszer böjtölök egy héten, meg mindenből tizedet adok, a vámszedő meg ugye csak távolról, szemét sem emelte fel az égre, és úgy imádkozott, hogy Isten könyörülj nekem bűnösnek, és ugye egy ment haza megigazulva, és én gondolkodtam, hogy milyen jó, hogy én az a vámszedő vagyok, vagy olvasom a tékozó fiúnak a történetét, amikor ugye van az a fiú, aki elveszett, de megtaláltatott, és gondoltam, hogy milyen jó, hogy megtaláltattam. És Isten megítélt engem, hogy nem mindig az a személy vagyok én ezekben a példázatokban. Megítélt engem, hogy nagyon gyakran az a farizeus vagyok, aki nem ugyanezt a mondatot mondja el, de így viselkedik. Vagy a tékozó fiú történetében én vagyok az a fiú, aki otthon ült egész életében, és zúgolódott, mikor az ő öccse hazatért, és lakomát rendezett neki az apja. És Isten megítélt engem abban, hogy nem is én vagyok a özvegyasszony, aki a két fillérjét odaadta, hanem az voltam, aki a fölöslegéből adogatott Istennek. Nagyon kemény, amikor Isten így az ember szívéhez szól. És amikor ezt a példázatot olvastam, akkor is úgy gondoltam, hogy hát én az vagyok, aki kora reggeltől kezdve kint dolgozik egész nap, és milyen jó, hogy én nem fogok zúgolódni. De Isten azt mutatta meg nekem, hogy nem az vagyok. Az vagyok, akinek kora délután, meg késő délután felajánlotta, hogy van még számodra egy lehetőség. És nagyon, nagyon elgondolkoztattak ezek a példázatok. Nagyon a szívemhez szóltak. Az, hogy Isten mit gondol rólunk. Gondoljunk csak Dávidnak az életére, aki tudjuk, hogy milyen nagy bűnbe került Betsabéval. És elment hozzá Nátán, és elmondott neki egy példázatot. Annyira érdekes, hogy Isten használja ezeket a példázatokat arra, hogy az emberrel megértesse az igazságot. Elmondja a példázatot ugye a szegény embernek a bárányáról, meg a kegyetlen uralkodóról, és Dávid nagyon mérges lesz, hogy lehet valaki ennyire kegyetlen, szívtelen, hát annak az embernek meg kell halnia. És mit is mondott utána Nátán? Rámutatott Dávidra, és azt mondja, te vagy az az ember, Dávid. Annyira nincs mit mondani, mikor Isten így rámutat egy emberre, nem? Oda mehetett volna Nátán, hogy Dávid, hallottam ám, hogy rossz dolgokat tettél. Hallottam ám, hogy miket csináltál. Hát figyelj, királyhoz nem méltó, amit te tettél. De amikor Nátánon keresztül Isten rámutat Dávidra, és ennyit mond, hogy te vagy az az ember, Dávid. Akkor az embernek a szíve egyszerűen meghajol Isten előtt. Hát mit mondhatnék? Nincs mentségem. Most szeretném, hogy meg tudnánk állni Isten igéje előtt, és megvizsgálni, hogy ki vagy te a példázatban, melyik ember. Ezek olyan kérések, amikre egyedül te tudod megadni a választ. Nem fogok rád mutatni, hogy te melyik ember vagy, nem ítélek el, nem ítélhetjük el egymást, de meg kell vizsgálnod az életedben, hogy melyik szereplője vagy ennek a történetnek. Érdekes az, hogy ebben a példázatban ugye mindenki ugyanazt a fizetséget kapta meg. Nincsen kisebb örök élet, vagy nagyobb örök élet, nem fogsz több örök életet kapni, vagy kevesebbet. A fizetséged az az örök élet. A kérdés az, hogy jó helyen vagy-e? Isten szőlőjében vagy-e? Ha fogalmazhatunk így, akkor én csak elképzeltem magam előtt, ahogy majd megyünk fel a mennybe, és különböző kasszák lesznek. És lesz egy kassa, ahol nagyon sokan állnak, hívjuk azt a kasszát mondjuk az emberi cselekedetek kasszájának. Nagyon sokan állnak már ott, teli kosárral, és ott várnak kora reggel óta, hogy
végre betolhassák a sok-sok szerzeményüket, amit összeszedtek. De az az igazság, hogy a mennybe egyetlen pénztár fog majd megnyílni, egyetlen kasszánál fog megjelenni az a zöld világítás, Jézusnak a kasszájánál, a kegyelemnek a kasszájánál. És bármennyi ideje állhatsz te más kasszáknál, bármennyi mindent belerakadtál te már a bevásárló kocsidnak a kocsidba, de a többi pénztár az zárva lesz. Egyetlen egy fog kinyílni, Jézusnak a kegyelme. És annyira érdekes, amikor itt Jézus azt mondja, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Kicsit elképzelhetem magamban azt a napot, hogy milyen lehet majd az, amikor az embernek ugye van egy elképzelése arról, hogy hát én milyen ember vagyok, hogy éltem az életemet, mennyi mindent tettem Istenért, és amikor Isten mondja meg rólad, hogy ki vagy igazából valójában, hogy mennyit ér az, amit te tettél. Ez ige beszél arról, hogy az a nap az olyan lesz, mint a tűznek a próbája. Amikor amit felépítettél az életedre, az alapra, ami Krisztus, az, ha széna meg szalma, akkor elég. Ha ez is meg arany, akkor megmarad. Olyan rossz volt elképzelnem azt a rengeteg csalódott arcot, akik azt hitték, hogy annyi mindent letettem az asztalra. Olyan sok éve voltam már keresztény. Annyi embert Istenhez vezettem. Netán lelkipásztor voltam, netán szervezeteket hoztam létre. És arra számítanak, hogy hatalmas megtiszteltetésben belépnek is, és mindenki ámul majd azon, hogy mit tettek. De mikor Isten fénye megvilágítja ezt az egész felépített szerkezetet, ezt az építményt, akkor lehet, hogy úgy fog összeomlani, mint egy kártyavár. Mert az alapja el van rontva. Mert nem az a szeretet motiválja, aminek ott kellene lennie. Elképzeltem, hogy én is olyan milyen arcot fogok vágni, amikor szembesülök azzal, hogy vége van, hogy itt vagyok az Úr előtt, se hozzátenni, se el nem venni tudok már abból, amit tettem az Úr előtt. És várom azt, hogy Isten mit mond majd arra, hogy éltem az életemet. Nagyon elgondolkoztatott ez a példázat, hogy ez különösen nekünk szól. Különösen akkor szól neked, ha már egy jó ideje keresztény vagy. Különösen akkor szól neked, ha már azt mondhatod, hogy több évtizede az Úr szolgája vagyok. Kora reggel óta szolgálok az Úrnak a szőlőjében. Azt mondja Jézus, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Egy másik helyen azt mondja a farizósoknak, hogy a vámszedők és a paráznanők mit csinálnak? Megelőznek titeket Isten országában. Elképzelhetetlen volt ez egy farizeus számára, hogy egy mondatban legyen említve egy paráznanővel, vagy egy vámszedővel. A társadalom legaljáról beszél itt Jézus. Azt mondja Jézus, hogy ezek fognak titeket megelőzni. Ezek az emberek előttetek fognak bemenni. Nem számít nekem az a sok minden, amit letettetek. Nem számít az, hogy kívülről fújjátok az egész Bibliát. Nekem ez nem érték, a szíveteket nézem. Nagyon kemények Jézusnak ezek a szavai, és kell, hogy elgondolkozzunk ezen, mert én úgy gondolom, hogy közel van már az, amiről itt ír az ige, hogy miután pedig beesteledett, ezt mondta a szőlő gazdája vincelérnek. Én úgy hiszem, hogy nagyon közel van ez a pillanat, mikor már beesteledik, és egyszer csak az Úr azt mondja, hogy vége van, hozzátok ide munkásokat, hadd találkozzak velük, szeretném kifizetni őket. És csak szeretnélek titeket, testvérek, figyelmeztetni arra, amire az Úr engem figyelmeztetett, hogy Isten országában, amikor belépünk, akkor nagyon sokszor egy hatalmi átrendeződés történhet. Azok, akik a földön hatalmasnak számítanak, tekintélyes emberek, netán hosszú titulusuk van, és keresztény körülben is felnézünk rájuk, elképzelhető, hogy az utolsók között lesznek. Fontos azt meglátni, hogyha szeretnél első lenni Isten országában, akkor milyennek a módja? Azt mondja Jézus, aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Úgy hiszem, hogy Isten országában ez az egyik alaptörvény,
Hogyha meg akarod menteni az életedet, és ragaszkodsz hozzá, ahhoz, amit felépítettél, mindenhez, a karrieredhez, tekintélyedhez, a elismerésedhez, a hírnevedhez, ha ezeket akarod megmenteni, el fogod veszíteni azt. De hogyha elveszed az életedet az Úrért, ha elveszed az életedet az evangéliumért, akkor fogod megtalálni azt. Erre szeretnélek ma bátorítani, hogy veszítsd el az életedet az Úrért. És szeretne, hogyha meg tudnám menteni az életedet. Hogyha valóban érték lenne, hogyha valóban első lehetnél. Egyetlen dolgot szeretnék még kiemelni. Sokszor szoktunk ugye igeverseket kirakni otthon a falra, a dolgozószobánkba kiírni valamit. Gondolkodtam azon, hogyha azt az igeverset írnám ki, amit itt mondott a példázatban a szőlőnek az ura vagy a szolga, ami így szól, amikor kiment ő már későn, akkor ugye azt mondta az ott áldogálóknak, hogy miért álltok itt egész nap tétlenül? Elgondoltam, hogy ezt írnám ki a szobámba. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Hadd vigyem egy kicsit tovább ezt a gondolatot. Ha ide kiírnánk a gyülekezet falára, jó nagy aranyozott betűkkel. Máté evangélium a 26. verse. Miért álltok itt egész nap tétlenül? Lehet, hogy gyakran elgondolkoztatna minket ez az egy ige vers. Amikor Isten ránéz erre a gyülekezetre, akkor mit mond? Azt mondja, hogy na igen, ezt már szeretem, mert benne vagytok a munkába, lelkeket nyertek meg, és megvan a célotok, hogy ránk néz, és azt mondja ma vasárnap, hogy mit csináltok itt egész nap? Mi ez a nagy tétlenség? Hát nem látjátok a munkát? Nem látjátok, mekkora aratás van? Jó azon elgondolkodunk, hogy vajon igaz-e ez az ige ránk, vagy nem. De hogy az én életemre igaz, az biztos, én oda ki szeretném írni magamnak, hogy szem előtt tartsam azt, minden egyes nap ránézzek, nem akarok tétlen lenni. Nem akarok kint állni még késő délután is a piacon tétlenül. Szeretnék dolgozni. Szeretnék benne lenni abban a munkában, amire Isten elhívott. Szeretnék lelkeket hozzávinni. Szeretném, hogyha ki tudnánk üríteni a poklot. Hogyha nem kellene ennek a népnek oda tartania. Hogyha ez a magyar nép megmenekülne. Én úgy hiszem, hogy ez közös vágyunk. Akkor néha tegyük fel ezt a kérdést magunknak, hogy nem állunk egész nap tétlenül. Kell, hogy munkában legyünk. Kell, hogy munkában találjon minket az Úr, mikor eljön. De ez a munka, amiről ez a példázat beszél, ez a munka nem arra való, hogy ez emelje a mi értékünket, vagy hogy jobban szeressen ettől az Isten, hiszen a bér már megvan. Az az egy dénár, az már a miénk. Az örök élet már a miénk. Ezt nem azért tesszük, hogy elérjünk valamit. Azért tesszük ezt, mert már elértük. Az ige, ami ma délelőtt ki volt jelölve, az Efézus 2:8-9. Talán nagyon sokan tudjuk kívülről. Örülnék, hogy el tudnánk mondani együtt. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ez az ige erről beszél, erről a példázatról. Kegyelemből van üdvösséged a hit által, és ez nem tőletek van, nem cselekedetekért. Senki sem fog dicsekedni azon a napon. Nem lesz okod dicsekedni, hiszen minden kegyelem. A kegyelemben nem az számít, amit te vagy én teszek, hanem az számít, amit Jézus tett. Ez a kegyelem. És ez a kegyelem a tied, és ez a kegyelem az enyém. De hogy mit kezdünk ezzel, hogy tétlenül állunk, vagy pedig belépünk a szőlőbe és dolgozunk, az már a mi döntésünk. Arra szeretnélek ma reggel bátorítani, hogy nem tudom, hogy mit tettél eddig, hogy korra reggel óta már dolgozol a szőlőben, vagy pedig ott állsz most tétlenül a piacon. Arra bátorítlak, hogy van egy munka, van egy nagyon jó munka, van egy elhívás, van egy küldetés, ahol van rád szükség, ahol Isten szeretne téged használni. Szeretne nagy dolgokat tenni rajtad keresztül. Arra bátorítlak, hogy gyere el a szőlőbe. Olyan nagy szükség van rád. Annyira nagy szükség van arra, hogy használd azt, amit kaptál Istentől. Hogy benne legyél ebben a munkában. És arra bátorítlak, ha már nagyon-nagyon régóta dolgozol netán a munkában, és már tényleg már izomlázod van, már izzadsz, már leégtél, akkor is ezt az utolsó mondatot, amit Jézus kétszer is elmondott. Elmondta a példázat előtt, és elmondta a példázat után.
Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók, sose felejtsd el. Sose felejtsd el, hogy nem számít, mennyit tettél, nem számít, mennyi ideje dolgozol az Úrnál. Sose felejtsd el ezt, hogy sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. És arra szeretnélek még bátorítani, hogyha még most a rossz kasszánál állsz, hogyha nem a kegyelemnél vagy, hogyha nem ott van a kocsid, akkor arra bátorítlak, hogy told át a kegyelemhez, told át Jézushoz ezt a bevásárló kocsidat. Arra szeretnélek kérni, hogyha még sosem döntöttél Jézus mellett, ha még sose volt ott az a pillanat az életed, amikor eldöntötted, hogy én már pedig eldöntöm, hogy Jézus mellett fogok élni, eldöntöm, hogy őt követem. Arra bátorítlak, hogy legyen ez a mai nap az, mikor meghozod ezt a döntést. Én úgy gondolom, hogy ez már egy késő délután, már az utolsó pillanatok egyike, mikor az Úr még mindig kijön ide hozzánk, és körbenéz, hogy van-e még valaki, aki még nem az én szőlőmben van, aki még tétlenül áldogál. Arra bátorítlak, hogy hallod ma Istennek a hívását, és mondd azt, hogy jó, elmegyek. Jó, elmegyek, Uram, követlek téged. Arra kérlek téged, hogy így vagy most itt a gyülekezetben, az alkalom után csak gyere oda hozzám, és mondd meg nekem azt, hogy szeretném ezt megtenni. Szeretnék veled imádkozni. Nem kérlek most arra, hogy gyere ide előre, de szeretnélek arra kérni, hogy ezt az egyszerű döntést tedd meg. Itt leszek sokáig még, nem sietünk, ez fontosabb, mint az ebéd. Csak gyere ide, és mondj ennyit, hogy szeretnék erről beszélgetni. Tudom, hogy ez néha kellemetlen, de amíg fontosabb az emberek véleménye, addig nem fogod ezt a döntést meghozni. Viszont ha azt mondod, hogy nem érdekel engem már, ki mit gondol, akarok Jézus mellett dönteni, bátoríklak arra, hogy keresd meg utána. Most szeretném, ha majd tudnánk imádkozni. Szeretném, ha tudnánk ráhangolódni Istenre, ha tudnánk neki válaszolni, ha tudnánk reagálni erre az igére. És még imádkozás előtt szeretném, hogy lenne arra idő, hogy tudnánk átgondolni ezt. Tudnánk elcsendesedni Isten előtt, hogy ő legyen az, aki befejezze ezeket a gondolatokat, ő legyen az, aki aláhúzza belőle a lényeget, a jót. Míg ezt megtesszük, én kérem az énekkart egy szolgálatra is. Arra kérem a testvéreket, hogy míg hallgatjuk az éneket, hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk. Akár az éneken keresztül, akár becsukhatod a szemedet is, hallgatod Isten hangját, hogy beszél a te szívedhez.